Köszöntöm a Költség Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A Vasassal bajnoki, a Ferencvárossal kupameccset játszik a Spari. Két bronzérmet szereztek a nyíregyházi úszók az országos bajnokságon. Egy Pálóczi Gyula relikviáit bemutató tálót avattak fel Csengerben. Szakmai konferenciát tartanak edzők számára jövő szombaton Nyíregyházán. 200 óvodás próbálhatta ki a kosárlabdázást a Continental Arénában. Rangadót játszik szombaton a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián élovas együttese a második helyezett Vasas fogadja Balmazújvárosban. Jövő szerdán pedig a Magyar Kupa elődöntőjében a Ferencváros ellen lép pályára Spari. Megyünk bele a célegyenesbe, úgy itt a utolsó etapba a bajnokságon belül. Ezek nagyon fontos mérkőzések, és ugye most kifejezetten ugye, hogy most a Vasas előrelépett egy helyet, meg tudta elhozni a Győrt, így most az első játszik a másodikkal. Ez nyilván extra okot ad arra, hogy mondhatjuk ez, hogy ez egy fontos mérkőzés. Igazából jó, ideális helyzetben vagyunk, mert van egy minimális előnyünk, ami több, mint egy meccs, pont előny bőven, szóval bátran bele tudunk menni ebbe a mérkőzésbe. Viszont utána meg ugye játszunk a Ferencvárosa, aki mondhatjuk, hogy az ország legerősebb csapata. A kupába találkoztunk, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy eljutottunk idáig, mert azért két fronton tényleg sikerül a csapatnak jól szerepelni. Ott megint csak ugye fel kell kötni a gatyát, mert azért tényleg a Ferencváros jó csapat, de akármennyire szerettük volna elkerülni, a sorsolás az ilyen, az nem kívánságműsor, és hogyha aki a döntőbe be akar jutni, annak ugye mindenkit le kell győzni, aki az útjába áll. Szóval bele fogunk állni ebbe a mérkőzésbe is, de egyelőre most addig nem szeretnék tekinteni, mert most tényleg ez a Vasas mérkőzés, ez a legfontosabb. Volt korábban, amikor beszélgettünk, szóba került, hogy kellemes gondjaid vannak, mert bő a keret, minden poszta van két játékos, így a bajnokság vége felé azért már előfordulnak sérülések, betegségek adott esetben. Most mekkora kerettel számolhatsz? Igen, mostanában ugye van egy pár tartós sérültünk sajnos, akik hosszabb időre ugye nem lehetnek a csapatnak a segítségére. Bízunk benne, hogy a bajnokság vége felé hajrába ők is még legalábbis egy pár játékos belőlük vissza tud térni. Viszont ugye sajnos a múlt héten azért egy vírus is ugye bejött ugye az öltözőbe, és ez is hátráltatta ugye a csapatot, egy pár játékos itt az utolsó pillanatokban kiesett. De szerencsére bátran meg akihez nyúlunk, az mindenki jól teljesít, beállnak, tényleg mindenki nagyon motivált, jó állapotban, tudják a játékot, és ilyen szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk. Viszont hát nyilván a merítési lehetőség most egy kicsit szűkösebb, mint ami korábban jellemezte a keretet. Néhány forduló ezelőtt volt a bajnokságban egy pici megakadás, egy vereség és egy döntetlen, azóta viszont győzelmek, a Magyar Kupában is győzelem, elődöntőt játszottok. Minek köszönhető, hogy visszataláltatok a helyes útra, vagy pedig csak egy pici megingásról volt szó? Pici megingás, mondhatni azt is, hogy tavaszi fáradtság, kilábaltunk abból a gödörből, ha ezt lehet annak nevezni. Csapat ugyanúgy tette a dolgát, talán még keményebben is dolgoztunk, ennek köszönhető, hogy sikeresek voltunk az elmúlt hetekben. Most következik két olyan mérkőzés 5 napon belül, ami meghatározó mind a bajnokság, mind a kupa szempontjából. Ugye szombaton a Vasassal játszottak, aztán pedig a Ferencvárossal. Van prioritás a két mérkőzés tekintve, vagy pedig egyelőre csak a Vasassa figyeltek? Nincsen. Ugye halljuk mi is, milyen körítés van a Fradi meccs körül, de most elsősorban a Vasassa koncentrálunk, hiszen ez egy nagyon fontos mérkőzés számunkra, hiszen a második helyzet érkezik hozzánk. Van egy kényelmes előnyünk velük szemben, de szeretnénk ezt tovább növelni, és szeretnénk minél hamarabb lezárni a bajnokságot. Most már talán ennyi forduló után, meg ilyen eredmények után meg lehet kérdezni, hogy mi az erősség ennek a csapatnak, minek köszönhet ez a, lehet talán azt mondani, hogy a bajnokság elejéhez képest várakozáson felüli szereplés. Csapategységet mondanám, tudunk egymásért küzdeni, győztes típusú játékosok alkotják a keretet. És még egyszer mondom, hogy mindenki nyerni szeretne, minden egyes mérkőzésen küzdünk egymásért, együtt támadunk, együtt védekezünk, úgyhogy ez az erősség a csapatnak. Említetted a kényelmes előnyt, ilyenkor azt szokták mondani az edzők, a játékosok, hogy nem foglalkozunk a bajnokság végével, de azért szóba kerül már, hogy esetleg milyen lenne az új stadionban játszani egy NB1-es nyitó mérkőzést. Igen, nagyon várjuk már, hogy készüljön a stadionunk. Sajnos nem lett kész a tavaszi szezon végére, de nagyon szeretnék az NB1-be ott játszani.
két bronzéremmel értek haza a nyíregyházi úszók a 126. felnőtt Magyarországos bajnokságról. Stankovics Anna az 50 méteres gyorsúszás és az 50 méteres mellúszás döntőjében is harmadikként csapott a célba. Jelen pillanatban a célunk az volt, hogy ott tudjunk lenni a felnőtt bajnokságon. Vagy a legnagyobb eredményeket is az elvárások, ugye a Stankovics Annához fűződtek, Anna 50 méter gyorsan, illetve 50 méter mellen érmes helyezést ért el, mind a két versenyszámban bronzérmes lett. Én azt mondom, az 50 méter gyorsan még mindig van csiszolnivaló, tehát az 50 méter, ami olimpiai szereplésre adhat okot. Én azt mondom, hogy nem kell feladni, én azt mondom, hogy továbbra is a szintúszó versenyeken még ezt szint teljesíthető. Az 50 méter mellúszáson, aminek ő volt címvédője, benyúlással kapott ki a végén, tehát az 50 méternél is van mit elrontani a végén, és bronzérem lett szintén, két éremmel zártunk, illetve egy döntős helyezés a 4x200-es női gyorsváltó is döntőbe került, ami szerintem egy jó eredmény. Hogyan szerepeltek a többiek? Gondolom náluk az volt a cél, hogy magukhoz képest egy jót ússzanak. Ez így van, ez egy felkészülési állomásnak tekinthető, főleg ifikkel voltunk, tehát a többi versenyző, mint a Barkóczi Roland, a Molnár Fruzsina, a Lénárt Eszter, Lénárt Zsófia, ők mind ifi korcsoportban versenyeznek még, illetve a két felnőtt. Azt mondom, a felkészülésen megfelelően szerepeltek, az időeredményeik azok ott voltak, ahol a felkészülésben járni kell. Nekik sajnos augusztus végé várható a főversenyük, tehát nekik végig kell edzeni szinte az egész szezon, de közben is vannak felhozó versenyek. Milyen erős volt egyébként az országos bajnokság, milyen idők születtek, azt lehet tudni, hogy mintegy 500-an neveztek, tehát nagyon sok versenyző állt rajtkőre. Így van. Én azt mondom, hogy meglepően nagy volt a létszám. Ugye ez open volt, tehát nyitott volt a külföldi versenyzők részére is, ezért rengeteg külföldi indult, nem is csak egy-két nemzetben, hanem összesen 70 külföldi versenyző volt. Nagyon sokan jöttek olyanok, akik szintén szintet szerettek volna teljesíteni. Itt a magyar élmezőinek a színvonala, illetve a rendezés helye a Duna Arena is csábította a versenyzőket. Egy-két Amerikában ragadt élversenyzőket kivéve mindenki jelen volt. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon magas színvonalú verseny volt, ahol mindenkinek az úszott ideje az elég komolyan latba nyom a nemzetközi szereplést illetően. Ha már Amerika, ugye Hadházy Dóra, Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője, Amerikában tanul, készül, ő is versenyzett, volna, ha minden igaz, mivel nem állt rajtkőre az OB ideje alatt. Így van, nagyon szeretett volna indulni. Volt egy Proteris Series, ami Amerikában, San Antonióban lett volna, majdnem a magyar bajnoksággal egy időben. Sajnos betegség miatt neki ki kellett hagyni egy hetet a legrosszabb időpontban, és így nem indult el ezen a versenyen. Viszont bizalmat élvez a Magyar Úszószövetség részéről az EB-nek, tehát a júniusban rendezendő belgrádi EB-nek csapattagja. Említetted már a kvalifikációs versenyeket, amelyek még hátra vannak. Hány lehetősége lesz Stankovics Annának, hogy megúszza a szintet? Én úgy gondolom, hogy 2-3 lehetőség mindenképpen adódni fog, akár Magyarországon, akár külföldön. Ez rajtuk is múlik, hogy tudják ezt beidőzíteni. Június 30-áig nyitott a verseny. Mire készülnek most a nyíregyházi úszók? Hát egy nagyon régen várt, már többször elhalasztott Hajós Alfréd Kupa forduló következik jövő hétvégén szombaton Debrecenben. A debreceniek új felfogásban nagyon komoly rendezésnek készülnek neki, illetve innentől kezdve a nyári felkészülési időszakban jönnek azok a versenyek, ahol az országos bajnokságokra, ami júliusban vannak, főleg szinteket kell teljesíteni. Egy Pálóczi Gyula relikviáit bemutató tálót avattak Csengerben. A Szamosbesen született fedettpályás Európa-bajnok távolugró Csengerben végezte általános iskolai tanulmányait. A kiválasztási rendszer második szinterén, ami már Nyíregyházán történt, Gyuszi beváltotta azt az ígéretet, amit korábban mondott, hogy át tudja ugrani a magasságát. Már pedig Gyuszi akkor 158 centi volt, hetedikes korában, és Nyíregyházán 160 centit ugrott, úgyhogy alkatánál fogva, a mozgáskultúrájánál fogva, az elképesztő ruganyosságánál fogva egyértelmű volt, hogy ebből a gyerekből nem akárki lehet. Nehéz összehasonlítani korszakokat, de mondjuk 40 évvel később, amikor a csúcson volt, a mai lehetőségekkel, gondolok itt étkezésre, regenerációra, felszerelésekre, mire lehetne képes Pálóczi a napjainkban? Az az igazság, hogy az ő egyéni csúcsa, a 825 centi, az ma is világklasszis teljesítmény. Én úgy gondolom, hogy erre rá tudott volna tenni egy 20-25 centit egyértelműen, de
ismétlen büszkék lehetünk arra, hogy az 1980-as években ő már ilyen teljesítmény elérésére volt képes. Van neki a mai fiatalok, mai gyerekek között Lendő Pálóczi Gyulák. Én bízok benne, hogy van, bár én már közvetlenül nem foglalkozok ezzel a kérdéssel. Sokkal inkább fontosabb lenne viszont, hogy a tehetségkutatás az magas szinten történjen, és ne csak Nyíregyházán, hanem a megyében is, mert azt ugyanakkor hiszem és vallom, hogy nincs olyan magyarországi általános iskolai osztály, ahol legalább egy olyan tehetség ne tanulna, amelyik valamelyik olimpiai sportágban olimpikon tudna lenni. És ez lehet akár az atlétika is. Egy Pálóczi Gyula relikviái bemutató tálóval gazdagodott a Csengeri Általános Iskola, de ha jól tudom, nem csak mint az intézmény igazgatójaként van köze ehhez az eseményhez, hanem személyes kötődése is van a korábbi Európa-bajnokhoz. Igen, komoly személyes kötődésem volt, mert az én édesapám, aki 40 évig volt a Csengeri Általános Iskola pedagógusa, ezen belül testnevelő tanára, ő mindig azt mondta nekem, mint a saját fiának, hogy fiam, olyan szorgalmas legyél, mint amilyen Pálóczi Gyula. És akkor 4 éve fiatalabb vagyok, mint Gyula, nem is ismertem, de apától nap mint nap hallottam róla, hogy ez a fiatal ember a tehetsége mellett óriási szorgalommal is rendelkezik, és abban az időben is már testnevelésből példaképe volt a többi általános iskolás gyereknek, és ez a dolog, ez ma is azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog a szorgalom, mert hogyha ez egy tehetséggel párosul, akkor fantasztikus eredményeket lehet elérni, úgy, mint ahogy Pálóczi Gyula is elért, és Csengeri általános iskolás gyerekből egy Európa-bajnok hármasugró lett. A személyes példámnak egy pici negatívuma, hogy az édesapám, aki nagyon szeretett volna ma itt lenni ezen a jeles eseményen, és én azt gondoltam, hogy majd egy pár szót, személyes élmény fog is mondani Gyuláról, sajnos már nem lehet itt, mert a múlt év októberében sajnos elhunyt. Milyen inspirációt jelentett ez a táló, ezek a relikviák a mai csengeri gyerekek számára, akik egyébként mennyire nyitottak a sport iránt? Iskolánkban a sport nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be. Több évtizede már első osztálytól kezdve úgynevezett sportosztályaink vannak, emelt szintű testnevelés osztályaink, ahogy ezt mi hívjuk. Mindig egy testnevelés órával több van azoknak a gyerekeknek, akik ebbe az osztályba iratkoznak be. Egyébként a gyerekek úgy, mint most, vagy mint a régi időben is, és most is nagyon szeretik a labdajátékokat, főképpen a futballt, de hála Istennek Papp Szilárd kiváló kollégám révén az atlétika sincs elhanyagolva, és ebbe az évbe 2024-be is 3000 méteres középtávfutó fiatal tehetségünk országos második helyezést ért el, úgyhogy jó úton vagyunk még mindig. Én azt hiszem, hogy Pálóczi Gyula emlékeit nagyon pozitívan tudjuk a jövő generációinak is bemutatni és ezt őrizni. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy példaképekre nagyon nagy szükség van, és Pálóczi Gyula a sport területén és az emberi nagyságával is a mai gyerekeknek példaképe lehet. Ha valaki te közelről végigkövetted Pálóczi Gyula pályafutását, hiszen barátok, edzőtársak voltatok, mi volt az ő titka, lehet ilyet mondani, mi volt az, amivel az akkori magyar mezőny fölé nőtt? Hát eleve az alkati adottsága, nagyon tehetséges volt, és nagyon-nagyon szorgalmas. Tehát szerintem mindenkinél, talán nálam, én pedig elég sokat edzettem, de Gyula ennél még többet, mint ahogy itt elhangzott, hogyha volt egy feladat 20-szor, akkor Gyula azt 25-ször csinálta. Tehát nagyon kitartó volt, és nagyon céltudatos. Őt is, téged is érintett az 1984-es olimpiai bojkot, mekkora törést okozott, nem is az ő, hanem úgy kezdem mindkettőtök pályafutásában. Hát igen, az a bojkott, az ketté tört a pályafutásunkat. Én legalábbis nagyon-nagyon megsínlettem ezt a dolgot. Így utólag nézve éremesélyesként utazhattam volna kint. Gyula is szintén az ő eredményével simán döntőbe, akár érem közeli vagy éremesélyes is lehetett. Viszont a politikai döntés az megtörtént, és itthon maradt a magyar csapat. Pálóczi Gyulát, az atlétát, a sportolót ismerik, de milyen volt Pálóczi Gyula, mint ember? Nagyon jó barátok voltunk, mondhatnám úgy, hogy nálunk nőtt föl Gyula, akkor én már ugye házas voltam, lakással rendelkeztem, és Gyula nagyon sokszor aludt nálunk, együtt mentünk programokra, tehát nagyon szimpatikus, nem igazán hőbörgő srác volt, nem kérkedett az eredményeivel, csendes, én nagyon-nagyon szerettem Gyulát.
Szakmai konferenciát tartanak edzők számára jövő szombaton a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A szervező Tarnóczy Zalán számára az elmúlt évi budapesti atlétikai világbajnokságon látottak adták az ötletet. Rá kellett, hogy keressek azokra a szakemberekre, akik most tényleg a világ élvonalában dolgoznak, és így találtam azt a előadót, a Speedworks brandnek a megalkotóját Angliában, a Jonas-t. Jonas Dodó a Loughborough Egyetem mellett dolgozik, és ott nemzetközi szintű sportolók keresik fel, hogy még jobbá válhassanak, és ők egy olyan mesterséges intelligencia alapú mozgáselemző rendszert fejlesztenek, illetve egy arra épülő gyakorlatrendszert, oktatás módszertant, ami hihetetlen hatékony. És ezt nem csak az atlétikában, hanem a labdajátékokban alkalmazzák, rögbi, de az európai futballban is, kézilabda, tehát bármilyen sportág, ahol a sebesség szerepet kap, ott ennek óriási haszna lehet, és ők igen mondtak a felkérésre. Többször látogattam ki hozzájuk a képzéseikre, és sikerült egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani velük, úgyhogy eljönnek Nyíregyházára, és a Speedworks csapat lesz a külföldi sztárelőadó. Egyébként, hogy épül majd fel 27-én a napprogramja, amire számíthatnak azok, akik kíváncsiak erre a konferenciára, képzésre? Egy előzetes regisztráció, ami 15-ével zárul, után a helyszínen már csak egy bejelentkezés történik, és egy kiállítókat a gyülekező és a regisztráció idő alatt megtekinthetünk, tehát olyan innovatív tartalmakat is ki fogunk állítani, amit a szünetekben ki lehet próbálni, meg lehet tekinteni bárkinek. Majd pedig a hivatalos megnyitók után az első előadónk a Testnevelési Egyetemről Sáfár Sándor, aki ma Magyarországon a kiemelt akadémiák ellenőrzésében hihetetlen nagy tapasztalattal és tudással rendelkezik, és az innovatív eszközök, módszerek globális rendszerét fogja bemutatni, egyfajta keretbe foglalja az egész napot. Utána pedig egyre inkább gyakorlati bemutatók, majdnem azt mondom, hogy mini kurzus fog következni, hisz a Fit for All, a pulzus hullámelemző rendszer egy olyan magyar szabadalom, ami nemzetközi siker futott be, és legyünk rá büszkék, bízunk benne, hogy alapvetően új információkat tudnak szolgáltatni a jövő edzőinek, és ezt is bemutatjuk, illetve a szünetekben ki is próbálhatják az érdeklődők. Ez egy olyan pulzus hullámelemző rendszer, ami hasonlóan az okos órákhoz, de annál sokkal nagyobb precizitással és pontossággal olyan dolgokat tud megmutatni, ami a regenerációt, alvás minőséget, illetve hát egy edzés után a újra terhelhetőséget tudja megmutatni, illetve az élet olyan területeit, amire eddig edzőként nem volt ráhatásunk. Utána a Nemzeti Kézilabda Akadémia, NECA szakemberei következnek, akik egyben a Testnevelési Egyetem oktatói, és ők elméleti és gyakorlati szakemberek is. Ők hárman igazából a erőnlét jelentőségéről és egy modern megközelítésben, de tudományos alapokon nyugvó erőléti és mozgásfejlesztésről fognak bemutatót tartani. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a videók egy QR kód segítségével minden regisztráltnak, aki a rendezvényre regisztrál, elérhető lesz. Így nem lesz az az érzésük, hogy milyen sok gyakorlatot láttunk, de mire fogunk emlékezni. Az utolsó vetített diát keresztül minden gyakorlatról megkapják az anyagot. A végén pedig a Angliából meghívott fő előadók fognak következni, a Speedworks csapat egy mozgáselemzésen alapuló, de ők is gyakorlati, lehetőleg ismert sportolókat, itt azért a meglepetés erejével is szeretnénk élni, úgyhogy ismert sportolók elemzését fogjuk, tehát összehasonlítjuk őket fiatalabb, hasonló sportágban fejlesztendő sportolók mozgásával összehasonlítani, és megnézzük, hogy ezeket hogyan lehet ezeket a megfigyelt hibákat, illetve gyenge láncszemeket javítani már ott a helyszínen. Honnan, hová tart egyébként az edzői szakma, vagy edzői hivatásnak is mondhatnánk, hiszen nem is olyan régen még egy versenyző, vagy egy csapat mellett egy maximum két edző volt, most pedig már akár egyéni sportolóról van szó, akár csapatsportágokról. Sokszor 8-10 fős edzői stáb segíti a munkát. Ez egy nagyon érdekes kérdés. A specializáció az kétélű fegyver, mert egyrészt maximális tudást érünk el a specializáció miatt egy adott dologban, viszont elvesztjük az általános ismereteknek a széleskörű alapját,
és azért a világ élvonalát, ha megnézzük, ott nagyon összetett stábok dolgoznak. Tehát például az atlétikában is külön rajt edző van, aki az atlétika edzők mellett csak a rajt mozdulatáért felel. Ez magáért beszél, hogy mennyire picik, nem is már százalékok, akár ezrelékek döntenek, úgyhogy igazából egy jó csapatmunka az, amin múlik, nem is csak tehát a stábra értem ezt, hanem tényleg itt akár a szülőket is be kell már vonni, hisz az a fajta, amit egészséges táplálkozásként emlegettünk, ez már ennél sokkal szélesebb körű egészséges életmódról lehet beszélni, önmagában a táplálkozás is kevés. Tehát ki kell szélesíteni azt a hatókört, ahogy edzőként tudunk hatni a sportolóinkra, vagy fitness edzőként, hisz fontos, hogy testnevelőket és fitness edzőket is várunk, mert ez nem csak a teljesítményről szól, hanem egy szabadidő sportoló is, ha megtanul hatékonyabban mozogni, kevesebb sérülése lesz, és sokkal hosszabb távon, több évtizedig, vagy akár nyugdíjas korán túl is tudja végezni azt az adott mozgást, ha a mozgás minősége is javul. Több mint 200 óvodás próbálhatta ki a kosárlabdázás kedden Nyíregyházán, a Continental Arénában. Az Ovikosár program célja az, hogy a legkisebbeknek is kedvet csináljon a sportákhoz. Vannak új óvodák, és kapcsolódtak be más intézmények is. Az első fordulót itt Nyíregyházán tartottuk, 140-150 óvodással, ez a szám közel 200 főre duzzadt, úgyhogy nagyon köszönöm az óvodapedagógusoknak a munkáját, az Ovi Sport Alapítvány együttműködésével, a Nyíregyházi Sportcentrum itt lebonyolító szerv, illetve a munkatársainak az áldozatos munkáját, szervezőkészségét, és természetesen a Magyar Kosárlabdák Országos Szövetségének a támogatását, hogy megvalósulhatott ez a második forduló, hangsúlyozom, több gyerekkel, és egy hagyományteremtő indítottuk ezt útjára, hiszen jövőre is folytatni kívánjuk. Mennyire voltak a feladatok? Ugye 10 állomást helyesítenek a gyerekek, népszerűek a gyerekek körében. Ha labdában mozogni lehet, azért azt általában szeretik az ovisok. Természetesen van 10 állomásunk, ami általában hasonló jellegű, hiszen a finom mechanikai mozgásuk, az elkapás, a passzolás, a dobás szerepel benne, de mindig újítunk. Az első fordulóban a felnőtt kosarasok tartottak egy kis bemutatót, most közös játéka készülünk a gyerekeknek, kabala állatok vannak, minden gyermek ajándékot kap, érmet, 10 órai csomagot, oklevelet, úgyhogy ma hazavihetik magukkal a kis kosárlabdájukat is. Én azt gondolom, hogy mindenki egy örök élménnyel gazdagodhat a mai rendezvény. A megyei szövetség elnökeként gondolom az itt célod, hogy minél szélesebb legyen a sporták bázisa a Vármegyében. Egy-egy ilyen rendezvény segíthet ebben. Ez egy tökéletes alkalom arra, hogy a bázis növeljük, és majd hogy nem mindegy, hogy ez a gyerek hol fog kosárlabdát Nyíregyházán, de a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Élsport Kft. Felnőtt csapatában végeztesse be, vagy ott legyen a karrierjének a felnőtt állomása. Én azt gondolom, hogy ez egy közös cél. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy ezek a gyerekek már most magukba szívják a kosárlabdát, a Continental Arénának a légkörét, és minél többen maradnak, és a legtöbb akár így ki is tudjuk szólni majd. Tavaly ősszel Nyíregyházán mutatkozott be az Ovikosár Kupa sorozat, azóta több helyszínen is volt rendezvény. Milyenek a tapasztalatok? Nagyon jó a tapasztalat, egyre több az érdeklődő gyerek, szülő, óvodapedagógus a rendezvényünk iránt. Természetesen országszerte jelentkeznek sportegyesületet, kosárlabda egyesületek, akik szeretnének csatlakozni a programhoz az önkormányzatokkal karöltve. Mekkora logisztikát kíván egy ilyen rendezvény lebonyolítása? Bár ugye egy ilyen rendezvény egy bő fél napot vesz igénybe, azért ez több hónap, mire előkészítünk egy ilyet, hiszen ugye az eszközöket be kell szerezni, a gyerekek ugye most már hivatalos versenyrendszerben vesznek részt, tehát sportorvoshoz kell menni, ők le kell őket igazolni, ez rengeteg háttér adminisztrációs munka, amit el kell végezni ahhoz, hogy ez a nap így összeálljon, és nyilván ezt nem csak egyedül csináljuk, hiszen részt vesz benne a helyi sportegyesület, az önkormányzat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a támogató, akik segítenek minket, úgyhogy elég sok ember dolgozik egy ilyen rendezvényen. A kicsik, az ovisok korábban már megismerkedtek a focival, a kézilabdával, a röplabdával, kosárlabda mennyire népszerű a gyerekek és a szülők körében? Szerintem lehet látni, ugyanis az első rendezvényünk, ami Nyíregyházán volt, azon körülbelül 150 gyerek vett részt, ezen a main pedig már több mint 210. Mit lehet tudni a folytatásról? Bízunk benne, hogy a következő TAO évben ismételten számíthatunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a támogatására, és ezt a fantasztikus programot, amit elkezdtünk, a jövőben is folytatni tudjuk. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva. A viszontlátásra.